Fiatalság, szerelem, vidámság, félreértések, vándorszínész élet. A Gárdonyi Géza Színház április 12-én mutatja be Szigligeti Edevíg játékát, az 1954-es filmből és a színházból is jól ismert Lilion Fit. A főhőst a színpadon Nagy András eleveníti meg. Függetlenül attól, hogy ez egy komédia, egy vígjáték, egy csel vígjáték, mint az alcíme is mutatja, vagy a műfaj meghatározása, azért, hogy mondjam, ez nagy pontosságot igényel. Tehát itt végszóra végszót, poénra poént kell mondani. Lilion Fit egy jókedvű vándorszínész, aki szereti megkavarni az események és a történetek szálait. Miközben Szellemfivel egy másik szerelmes pár útját is egyengeti, hosszas és bonyolult, de annál inkább mulattató ármányok után az ő szíve választottját, Mariskát is sikerül megszereznie. Elindul egy nagy-nagy-nagy-nagy szerelem, aztán egyszer csak egy bizonytalanság, egy csalódás is kiderül, ugye mivel happy enddel végződik, hogy bizonyám Lilion Fit nem csalta meg Mariskát, egymásé lesznek, a színházé lesznek, marad a szabadság, a szerelem, a boldogság, az ifjúság, fiatalság. A történet azon túl, hogy a szerelemről szól, a 19. századi vándorszínészek életébe is betekintést enged. Annyi fajta téri megvalósítási és jelmezbeli, tehát látványi megvalósítási lehetőséget, ahány fajta rendezői felfogás. A miénk egy kicsit a filmvilágát próbálja előtérbe helyezni, legalábbis térben, látványban. Az Egri Gárdonyi Géza Színház Aldobolyi Nagy György zenéjével eleveníti meg Lilion Fit történetét, amely több mint 20 évvel ezelőtt szerepelt utoljára a Teátrum műsorán.